Zeppelin minden ember. Mondták, ő tanít majd kémiát. Szépen dobogott. Viszlát gyerekkor, és én akkor megéreztem, merre van tovább. Nem volt egy jó jegyem, se nála. És gyakran húztam az agyát. Mindig áttengered, pedig bukásra álltam. Biztos ő is érzett kémiát. Négy ég, mint egy bőjik, repült gyorsan. És sok mindent elfelejtett. Vendégünk Torlócki Feri és Temesi Berci. Sziasztok! 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 Szép estét! Megszületett az első olyan Torlócki All Access videóklip, amely már saját szerzeményhez készült el. De mielőtt még a klipre rátérnénk, maradjunk egy kicsit magánál a dalnál, ami ugye a Kémia címet kapta, és hát tulajdonképpen tanár és diák különleges kapcsolatát mutatja be ez a dal. Meséltek egy kicsit ennek a háttérsztoriáról, hogyan született meg ez a dal? Az az érdekesség leginkább, hogy ez az első saját dalunk, és nagyjából minden ennél a zenekarnál nagyon könnyen kigurult, és mindenképp szerettünk volna egy nagyon lendületes dallal kijönni először, úgyhogy ez egy igazán lendületes dal, és ugye drága barátunk Rombos Marci írta a szövegét, és tulajdonképpen az ő ötlete volt ez az egész Kémia történet, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert nagyon jó pofa lett egyébként. Kicsit az is benne volt, hogy szeretnétek a fiatalabb korosztályt megszólítani? Mert azért egy elég lendületes, ahogy te is mondtad, és fiatalos dal lett, és a szereplők is nagyon fiatalok. Igen, elkészült az egész saját nagy lemez tulajdonképpen, szeptemberben lát majd napvilágot, illetve az egész online teret igyekszünk majd elárasztani vele. Ennek az előfutára tulajdonképpen ez a videóklip. Lombos Marci írt az összes dal szövegét. Próbáljuk azt a lendületes, energikus, nagyon őszinte, dinamikus rock-blues muzsikát megmutatni a fiatalságnak, és azoknak is, akik ezen szocializálódtak és nőttek fel, akár említhetnénk Drága Hobót, Deák Bill Gyulát, Tátrai Tibort, Török Ádit és nagyon sokakat, akik ezt a zenét idehozták Magyarországra, és nekik köszönhetjük, hogy ez létezik. Próbáljuk lerólni a tiszteletünket feléjük is, illetve a fiatalságnak megmutatni és továbbadni ezt a lendületes, őszinte muzsikát. A dalhoz készítettetek egy klipet is, amiben tulajdonképpen ti is megcsillogtatjátok a színészi képességeiteket is, de hát azért jól ismert arcok is felbukkannak benne. Hogyan zajlott ez a forgatás? Milyen élmény volt? A forgatás, mint egyébként nagyjából minden a zenekar életében nagyon-nagyon vidáman zajlott. Ugye gyakorlatilag egy nap alatt le tudtuk forgatni ezt a jó kis klipet, és ugye maga a történet is olyan, hogy korunknál fogva mi ugye nem diákként szereplünk már ebben a klipben, hanem én egyébként inkább nem fogom elsütni a történetet, mindenki nézze meg, de vidám volt a dolog. Közben látjuk egyébként a klipet. Feri alapvetően pedagógus, ugye ő a Kőbányai Zenei Stúdiónak az igazgatóhelyettes és kiváló gitártanár, úgyhogy tőle nem állt távol ez a szerep, hogy ő tanár funkciót töltsön be. Pláne természetesen tornata. Mellette meg focizik is kiválóan, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy milyen funkciót tölt benne, majd meglátják a kedves nézők a klipben az ő szerepét, illetve hát a zenekar többi tagja is igyekezett valamilyen funkciót betölteni, mind a mellett, hogy drága Trokán Nórinak köszönhetően egy csodálatos, szép Kémia tanárnőt is láthatunk a videóklipben, Nárai Kovács Zsombi, aki játssza a fiatal fiút az iskolában, illetve hát a végét nem sütöm el, de drága Takács Vilko barátunk is szerepel a klipben komoly főszerepben. Igen, és volt egy kis nehézség, tehát hogyha jól tudjuk, akkor Vilko nagyot mentett ezen a napon. Elmesélitek, hogy mi lett volna az eredeti terv? Igen, nyilván azért is volt nehéz, mert egy nap alatt szerettük volna ezt leforgatni, féltünk attól, hogy rossz idő lesz, más körülmények lesznek, azért most látjuk, hogy milyen az időjárás, és hát szerencsére egy nagyon jó napot fogtunk ki, ezért nem szerettük volna több naposra venni ezt a forgatást, és két órával az érkezése előtt az eredeti szereplőnk, akit nagyon-nagyon szeretünk, és jobban vagyunk vele, és ő volt Sidi, akitől kaptunk egy lehetőséget, hogy ő megérkezzen a motorjával majd a klip végén, és hát sajnos két órával előtte ezt lemondta technikai okokból kifolyólag, és két órán volt tulajdonképpen megoldani ezt a helyzetet, és
hirtelen beugrott, hogy Vilko, hát neki van motorja, és ő a legjobb arc, úgyhogy hirtelen hívtuk, és egy kegyetlen gyönyörű motorral érkezett meg, és látni lehet majd, hogy milyen szépen berogog a videoklip végén. Ugye említettétek már, hogy érkezik az első lemezetek is, és ez a dal tulajdonképpen ennek a lemeznek az előfutára. Mennyiben árulkodik ez a dal ennek a lemeznek a hangzásvilágáról, mondani valójáról, vagy ebből az egy dalból azért még ne szűrjünk lemezre menő következtetéseket? Inkább az utóbbit gondolnám én, tehát ez egy nagyon lendületes tartalmát tekintve, inkább egy vidámabb. Egy kicsit vidámabb, bohókás hangulat. Mondhatjuk így. De alapvetően a lemezen ugye 8 dal van, és a dalok nagy része igen komoly mondanivalóval bír. Úgyhogy maga egyébként a hangszerelés, a megszólalás az egyébként ennek a dalnak a megszólalás hangszerelése az jellemző az egész lemezre. Ugye itt trióba játszunk egy nagyon kedves énekes kollégával kiegészülve, és abszolút ezt a megszólalást fogja visszaadni a lemez, de szövegében, tartalmában azért mélyebb rétegeket is érint. Már nagyon várjuk, és akkor szeptember az ideje a nagy lemeznek, ugye? Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.